A koronavírus 100 éve nem látott mértékben veti vissza a gazdaságot, vállalati csődöket hoz el, a munkanélküliség az egekbe ugrik, és nem kizárt, hogy az életszínvonal csak 1-2 év múlva éri el a március eleji szintet. Egy dolog azonban válságban sem változik. Az embernek ennie kell. Ez az egyszerű gondolat adja az alapját annak, hogy az agrárium miért nem sorolható a leginkább veszélyeztetett ágazatok közé. Egyre többet tudunk a koronavírus magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról. Nagyjából kezdjük látni, hogy mely ágazatokat milyen mértékben érinti a válság, pontos adatok azonban még nem állnak rendelkezésre. A koronavírus válság sajátos hatása, hogy több ágazatban a kibocsátás szinte nullára esett vissza, más ágazatokban az időszakosan megugrott kereslet még átmeneti szárnyalást is okozott. Szerintem egy nagyon helyes és nagyon logikus döntés, amit hazánk kormánya meghozott. Kicsit másképp közelítem meg, megpróbáltam én megbeszélni a kukorica és napraforgó vetőmaggal, hogy vesse el magát, de egyszerűen nem volt hajlandó. Tehát ugye a mezőgazdaság az olyan, ilyenkor tavasszal is, ahol az ember jelenléte nélkülözhetetlen. El kell végeznünk a tavaszi munkákat, el kell vetnünk a magot, hiszen így lesz majd a nyáron és az ősszel termés. Így lesz meg az az élelmiszer, amit majd meg tudunk enni. Tehát a mi munkánk is abban a sorba tartozik, sok másoké mellett, ami ilyenkor nélkülözhetetlen, ezt nem lehet home office-ból csinálni, ezt meg kell csinálni kint a földeken. Mi tesszük a dolgunkat, mert ez a feladatunk. Vannak problémák, természetesen vannak problémák, hiszen egy globalizált világban, ahol bizonyos termékeket szinte csak egy helyen gyártanak, a karantén miatt, nem a saját karanténunk miatt, hanem az egész világban elrendelt karanténok miatt nehezebb az áruk mozgása, sok helyen a gyártás is leállt, tehát még hogyha lehetne is szállítani, nincs mit. Szerencsére egyelőre még különböző alternatív megoldásokkal tudjuk pótolni. Nem mondom, hogy nem lesz olyan, amit majd nem tudunk megcsinálni, de akkor azt nem fogjuk tudni megcsinálni, hiszen ha egy szerhez nem lehet hozzájutni, akkor azt nem tudjuk majd felhasználni. Az agrárgazdaság magyar gazdaság fejlődésben betöltött szerepére több szemléletes adat áll rendelkezésre. Azt a fentiekből látjuk, hogy az élő munkaerő igénye az ágazatnak csökkent, ez azonban nem a termelés volumenének visszaesésével, hanem a beruházások növekedésével, azaz az általános fejlettségi színvonal és a termelékenység emelkedésével járt együtt. A mezőgazdaság sajnos az utóbbi években már munkaerőhiánnyal küszködik. Most egy kicsit fokozottabb a munkaerőhiány, hiszen mindenki előtt ismert a jelenlegi járványhelyzet a világon, és hát azok az emberek, akik ilyenkor nem merik, nem tudják vállalni a munkát, azok még pluszba hiányoznak a mezőgazdaságból. Mivel az agrártermékek zöme létszükségleti cikknek minősül, ezért azokra a koronavírus válság idején is szükség van, ezért a döntéshozók részéről szóba sem jöhetett, hogy a mezőgazdasági vállalatokra korlátozásokat szabjanak ki.